Miskolc környéki íjászok csapata is lőtte a szabolcsi földvárban, kortól és nemtől függetlenül versengtek a csapatok, akik megjelenésükkel is a 10. századot idézték meg, ezzel tisztelegve a honfoglaló ős Szabolcs vezér emléke előtt. Szabolcs vezér ünnepét üljük, július 28-a a Szabolcs napja, és ehhez legközelebb eső hétvége, ugye Szabolcs vezér ünnepe, és hát Szabolcs vezért hol másutt ünnepeljük, mint a szabolcsi várban, ugye ez a Szabolcs vezér által épített szabolcsi várban ünnepeljük Szabolcs vezért, és éjjel a kézben. Hiszen éjjel a kézben nem is verseny ez igazából, hanem az ünnepő része, mert számunkra őseink viseletébe beöltözve, kezünkben, éjjel, oldalunkon, szabjával, tarsójal a legméltóbb megemlékezés forma. Nem csak a hagyományőrzők, bárki tisztelekhet Szabolcs vezér emléke előtt Szabolcsban, hiszen a község igazi zarándokhely. 1896-ban egy obeliszket, egy emlékművet állított a település lakossága. 20 esztendővel ezelőtt egy bronz szobrot állított neki a megyei közgyűlés. Hát nekünk most szerényebb lehetőségeink vannak, ugyanakkor nagy divat és nagyon menő, ha így ki lehet fejezni, hogy kopjafát állítanak. A mi kopjafáinkat Erdélybe, Székelyudvarhelyen faragtattuk meg, egy nagyon neves fafaragóval. Ebből hármat készítettünk, egyet az ország címerével, egyet a megye címerével, egyet pedig a település címerével ellátva. Nem csak a címerek, hanem a csúcsok miatt is különböznek a kopjafák. A nemzet örök lángját szimbolizálja az ország kopjafájának teteje, a megyei a vezér lándzsáját, míg a szabolcsi a harci buzogányt jeleníti meg. Az avató ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke arról szólt, fontos, hogy honfoglaló ősünkre emlékezzünk. Az egykori Szabolcs vármegye örököseiként kötelez bennünket, hogy a névadónkra emlékezzünk, illetve hát még inkább talán ennek a kis, de annál szebb településnek a lakóit, akik nevükben hordozzák az egykori legendás honfoglaló vezérnek a nevét. A szabolcsi rendezvényen gyermekprogramok, 7 üstben készülő ételek, népművészeti kiállítás, földvárfórum és hagyományőrző lovas bemutató is várta az érdeklődőket.